Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az elcigi tesztek. Nemrég csináltam egy rövid beharangozót egy német mod készülékről, ami a Smoker Store boltjából kerül ki, ez pedig nem más, mint a Typhoon-nak a DI Fantázia nevű Varivolt, Varivat, Variamper, Vari mindenféle készüléke. Nézzük meg, hogy mi ez, hiszen megjött, úgyhogy tudtam tesztelni. Megnézzük közelebbről, és egy rövid ismertetőben kiértékeljük. Nézzük akkor közelebbről, hogy hogy érkezik és mit tartalmaz ez a szett. Először is egy csinos doboz. Majd, jaj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 
Maga a módkészülék, sorszám, felirat, tűzgomb, erre majd kitérünk. Itt a szivacs alatt található egy plastik kártya a Typhoon-nak a még nem működő oldalával, de rajta van a széria szám és egy sorszám, amivel az eredetiséget tudjuk igazolni és később beregisztrálni. Található benne egy rövid menüismertető németül és angolul. Található benne egy vaskos kézikönyv, szintén két nyelven, rengeteg illusztrációval és leírással. Nézzük meg a készüléket közelebbről. Haladjunk fentről lefelé. Itt találhatunk egy szabvány 5-10 csatlakozót, állítani nem tudjuk a középérintkezőt, illetve egy szépséggyűrűt. Szépséggyűrű nélkül így néz ki a történet. Ha esetleg vagyunk olyan perverzek, hogy nem a gyári Typhoon-nal, hanem mondjuk Kaifun-nal szeretnénk használni, aminek 22 mm az átmérője, akkor tudunk hozzá külön 22 mm-es szépséggyűrűt vásárolni. Itt találhatjuk magát az elektronikát. Sorszám, kijelző, a DI felirat a Typhoon-nal, és a tűzgomb. Többen bazárinak vélik ezt a tűzgombot ezzel a piros színnel a közepén, de hogyha belenézzünk a csőbe itt, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképp az a piros, az a elektronikán helyet foglaló roppant finom kis kapcsolónak a színe, tehát ezért piros ez innen nézve. Itt találhatjuk a menetet, nagyon finom menet egyébként, egy nyikkanás nem hallunk felőle, és itt találhatjuk utána közvetlenül a magát az akkumulátor hüvelyt. Jelen esetben ez 18650-es akkumulátor hüvelyt jelent, de egyéb méretekben is meg tudjuk vásárolni, illetve ha többféle méretkódú aksival szeretnénk használni, akkor tudunk ehelyett, a hüvely helyett egy teleszkópos csövet is venni. Ezt rátekerjük ide, és ugye itt megnézzük, hogy ez bizony nem rugós érintkező, kopra úgy néz ki, mint a Provarinak a csatlakozója, egyébként a felső pozitív érintkező egy picit be van sűjesztve, erre majd utána ki fogunk ismételten térni, hogy miért kell erre figyelni. Összetekerjük. Nem tudom, hallottátok, egy nyikkanás nem volt. És megnézzük magát az akkumulátor lezáró kupakot. Itt láthatjuk rajta a feliratot, Made in Germany, Németországban tervezve és készítve. A belsejénél észrevehetjük viszont, hogy ez bizony nem tartalmaz rugót.
Hát akkor hogy van vajon megoldva az, hogy ráfeszüljön az akkumulátorunk, és fixen érintkezzen? Nos, ezt úgy oldották meg az okos németek, hogy a belső része az bizony egy picit jobban kiemelkedik, mint a furatoknál látható rész. Egyébként szép kis gázelvezető furatok, jó helyen, nem zavarnak senkit, és szép a kidolgozások is. Na de térjünk vissza erre. Tehát, hogyha mi az akkumulátorunkat használni szeretnénk, és csodálkozunk, hogy nincs benne rugó, ezt ne tegyük, ugyanis úgy oldották meg ezt a történetet, hogy ide a csőbe, gyakorlatilag ez itt nem ül föl, itt, így mutatom inkább, hogy itt, hanem bele tud süllyedni, egy picit úgy van megmunkálva a cső, ha megnézitek, hogy ez kupak bele tud süllyedni. Tehát attól függően, hogy nekünk mekkora aksink van, és most bele is tekerek egy AV IMR 18650-es cellát, ami mindenféleképpen nem az a lényeg, hogy AV legyen, hanem hogy mindenféleképpen button top legyen, mert ez szükséges ahhoz, hogy a megfelelő kontaktust biztosítsuk a felső érintkezésnél, és a kupakot szépen rátekerve elkezdjük becsavarni. Rugónk nincsen, de érezzük, hogy itt megszorult. Így, és ennyi. Nem zörög, nem kotyog. Kész is van a mod arra, hogy beüzemeljük. Tekerjük rá a gyári Typhoon GT-t. És ebben a pillanatban innentől úgy néz ki a dolog, minthogyha egy test, egy lélek lennének. Így fordítom, hogy a felirat. Hát, sehogy nem tudom úgy fordítani, mert az egyik így van, a másik úgy. De azért érzitek. Nagyon patent az összeszerelése. Térjünk ki akkor arra, hogy mit tud maga az elektronika. Amint láttátok, ez egyetlen egy darab 18650-es cellával működik. Az elektronika maga méri a cellafeszültséget, és abból is méri az üres járatit, tehát magának a cellának a feszültségét, illetve hogyha a porlasztó rá van tekerve, akkor méri a terhelés alatti értéket is. Mivel van rajta kazán, és van az elektronikában ilyen rész is, ezért ellenállást is mér, aminek majd a későbbiekben igen fontos, illetve szükségünk lesz rá, mivel ez egy vari voltos készülék, emellett vari watt üzemmód is áll a rendelkezésünkre, illetve ami újdonság ebben a készülékben, hogy ez vari amper üzemmódot is tud. 0,7 ohmtól egészen 6 ohmig elmehetünk a kazán ellenállással, tehát a szub-ohmba is bele tudunk kacsingatni. A kijelzője az egy háromszegmenses kijelző, vagy bocsánat, három számjegyű, hétszegmenses kijelző, és ez a különlegessége, hogy ez bizony egy két színből álló kijelző. A menüre majd külön ki fogunk térni. Egy gombos működtetés, mint ahogy az előbb is mutattuk, és akkor most jöjjenek a csemegék, amiket ez a készülék tud. Tud hot startot, ezekre mind külön ki fogok térni. Meg tudjuk adni a riasztási szintet manuálisan, meg tudjuk adni a kikapcsolási szintet, biztonsági funkciók vannak, tehát nem tudjuk fordítottan belerakni az akkumulátort, illetve hát bele tudjuk, de polaritás elleni, megfordítás elleni védelem van, túlmelegedés elleni védelem, illetve 15 másodperc izzítás után az elektronika lekapcsol, védendő a porlasztónkat. Nézzük akkor először meg a menüt. Négy gombnyomással tudunk belépni a menübe. 1, 2, 3, 4. Ilyenkor kiírja, hogy off, és hogyha kikapcsolom most a rendkedvéért, egy picit várni kell,
1, 2, 3, 4. Off. Megnyomom az elsütő gombot. 2 másodperc után kikapcsol. Tehát így kapjuk meg a készüléket. 1, 2, 3, 4. On. 2 másodpercig nyomva tartjuk, és bekapcsolt. 1, 2, 3, 4, 5. Kiírja a terhelés alatti feszültséget. Ez a terhelés alatti feszültség nekem azért írt ki ide bármi értéket is, mert már izzítottam a kazánnal, mióta behelyeztem az akkumulátort. Hogyha én ezt az akkumulátort eltávolítom, gyakorlatilag most másik csinálom, csak egy picit kitekerem, és vissza. És most megnézzük. 1, 2, 3, 4, 5. Akkor itt 0-0-át ír ki. Nem kell megijedni tőle, azért írja ki, mert hiszen még nem mért ellenállást, nem tudja, hogy milyen kazán van rajta, ezért nem tudja, hogy terhelés alatt milyen feszültséges és van. Ha egyszer ráizzítunk, most ráizzítottam, most már tudni fogja, 1, 2, 3, 4, 5, már látjuk is, 3,6 volt. Tovább megyünk, N, ez a cella feszültséget mutatja, tehát gyakorlatilag most látjuk, hogy 3,6 volt terhelés alatt, 3,7 volt maga a cella üres járati feszültsége. Tovább megyünk, és megnézzük 8 gombnyomással. Mit látunk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bocsánat, 7 gombnyomás, az megmutatja nekünk, hogy a porlasztónk milyen ellenállással rendelkezik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát 0,9 ohm, 8 gombnyomás. Itt a feszültséget, teljesítményt, illetve az áramerősséget tudjuk szabályozni. Jelen pillanatban ez 10 wattra van beállítva. Kilenc gombnyomással meg tudjuk nézni, hogy a hot start be van-e állítva. A hot start az másról sem szól, csak a kazánunknak tudunk egy energialöketet adni minden egyes izzításkor. Ezt be tudjuk állítani ennek az energialöketnek az idejét. Az energialöket az 150%-ot jelent. A három állása van. A nulla az a kikapcsolt. Az egy az 0,5 másodpercig adja rá ezt extra teljesítményt. A kettes állásban pedig 8 másodpercig kapjuk ezt a 150%-os extra teljesítményt. Ez akkor jöhet jól, mikor van egy viszonylag lomha tekerésünk, ami nehezebben fűtődik föl. Nem kell másodpercekig nyomva tartani, hanem a hot start funkcióval ezt ki tudjuk váltani, és egy ilyen pillanatszerű, impulzusszerű lökéssel ő ezt hamarabb felfűti, és utána visszaáll az eredeti általunk beállított értékre. Nézzük ezt meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H1. Tovább mentem, bocsánat. H1. És itt tudunk választani. A kettes, amit mondtam, a 8 másodperc, a nulla, mikor a hot start ki van kapcsolva. Én ezt most visszaállítom. Bocsánat. Visszaállítom egyesre. Fél másodpercig adjon nekem egy lökést. Következő az üzemmód választó. Itt tudunk változtatni ugye teljesítmény, feszültség vagy áram között. Én maradok a vari-watt üzemmódban. Következő az a C, azaz a kikapcsolási határérték. Itt be tudjuk neki kézzel állítani, hogy mi legyen az a feszültség, amikor a készülékünk kikapcsol. Az akkumulátorunknak elvileg van egy üzemeltetési táblázata, abból nagyon pontosan ki tudjuk olvasni, hogy milyen szintek között tud dolgozni. Ezzel ki tudjuk azt küszöbölni, hogy túlmerítsük az akkumulátorunkat, illetve el tudjuk azt érni, hogy a maximálisan kihozható energiamennyiséget ki tudjuk préselni belőle. A másik, ami itt megtalálható, az a riasztási határérték, az itt, mint A, mint alarm,
meg tudjuk neki határozni, hogy melyik legyen, hogy mely értéknél kezdjen el nekünk ez a gomb világítani. Hogyha elérjük ezt a riasztási küszöbértéket, akkor a gombunk pirosan fog világítani, és tudjuk, hogy közel van a határ, cseréljünk akkumulátort, vagy töltsük föl azt, ami benne van. Következő 13 gombnyomás, az pedig az L, azaz a light, itt meg tudjuk neki adni, hogy milyen módon világítson az elsütő gombunk. Nem tértem még ki arra, hogy hogy lehet a menükben lépkedni, hogyha valami értéket módosítani szeretnénk. Roppant egyszerű. Belépünk ugye a szokásos három gombnyomással a menübe, és utána oda lépünk, ahova szeretnénk, mondjuk oda lépek a teljesítmény állításhoz, és utána hosszan nyomva tartom a gombot. 2 másodperc után U betűt látunk, és ez jelenti gyakorlatilag az appot. Itt szépen fél wattos lépésekben tudunk fölfele menni. Hogyha elérjük itt a 24 wattot, akkor körbeértünk, megyünk tovább alulról 5, 5,5, 6, amíg kifér a digit a kijelzőre. 10 után itt látjuk, hogy ez a, utána egy pont van, ez a 10,5, 11, 11,5, és így tovább, és így tovább. Ha nem nyúlunk hozzá, elmenti az értéket, és a kijelző kikapcsol, innentől kezdve ezzel a teljesítménnyel fogjuk használni. Hogyha nem szeretnénk körbe menni, mert véletlen túlmentünk, akkor gyakorlatilag nem kell nekünk folyamatosan körbe-körbe rohangászni, hanem megnyomjuk hosszan, 4 másodperc, tehát up, nem engedjük el, tovább nyomjuk 2 másodperccel, akkor megjelenik a down, és szépen visszafele tudunk menni az értékek között. Ha ezt elmentette, visszaáll a P-re, most megint megnyomom 2 másodpercig, up, és visszamegyek 10-re. Nézzük meg a villogási kódokat, mert ugye attól függően, hogy mi van beállítva, ugye a hiba üzeneteket minden egyes esetben ki fogja nekünk jelezni legalább a gombon, hogyha mindenféle határérték közelében mozgunk, akkor a megfelelő beállításnál jelzi csak ki. Ezek a villogási kódok a következők. De mielőtt ezekre kitérünk, ugye megnézzük, hogy milyen ledek vannak benne. Ezen az oldalon található egy zöld led, oldalról megvilágítja a gombot. Másik oldalon egy piros led, ezekkel jelez vissza számunkra. Hogyha új akkumulátort helyezünk be, és akkor most beállítom úgy, hogy ezt mindent kijelezzen, úgy. Elmentette. Jó. Új akkumulátort helyezünk be, most gyakorlatilag ezt kicsavarom, és visszacsavarom. A zöld 5 rövid villanásával érzékeli, illetve jelzi a készülék, hogy ő azt érzékeli, hogy új akkumulátort tettünk be, és kész a használatra. Benyomáskor zölden világít. Most majd mondom, hogy nekem miért piros. Benyomáskor zölden világít, ez a normál üzem, az engedélyezett határok között működünk, nem lépünk túl semmilyen áram- és feszültségkorlátot, és nem merül az akku sem. A benyomáskor, hogyha pirosan világít, ami most nekem jel, itt látszik is, gyakorlatilag ez azt jelzi, hogy ugye zöld, és aztán akkor vált pirosra, mikor betérdel nekem az aksi, és a beállított riasztási szint alá megy. Aztán lehet, hogy ha még tovább szívom ezt a kazánt, és még tovább merül az aksi, akkor ez folyamatosan, tehát nem lesz zöld az elején, folyamatosan pirosan fog világítani. Nos, amikor pirosan világít, az azt jelzi, hogy hamarosan cserélni kell az aksit, mert hogy elértük a riasztási küszöböt. Ha zölden villog, akkor az azt jelenti, hogy folyamatosan izzítjuk a kazánt, és
Mindjárt bekapcsol a védelem. Nekem már nem zölden, ugye, mert az aksit elértem a riasztási küszöböt, de 15 másodperc után lekapcsol, és villogással jelzi, hogy ennyi és ne tovább. A zöld és a piros is tud együtt világítani, hát ez gyakorlatilag ilyenkor narancs színű, ez akkor látható, amikor meghaladunk valamilyen engedélyezett értéket. Például, hogyha én most ezt felveszem mondjuk 20 pár wattra, 24-re vegyük föl, elmentjük. Ilyenkor narancssárgán világít, hiszen elértük az áramkorlátunkat, és gyakorlatilag ilyenkor leszabályoz, és a maximálisan engedélyezett árammal fogja csak meghajtani a készüléket. Most én ezt visszaveszem, de mivel közelebb van már így, akkor megyek lentről, úgy 10. Hogyha ez a LED együtt villog, nem folyamatosan világít, hanem együtt villog, akkor az azt jelzi, hogy nem haladtuk meg a limitet, de közel van ahhoz, hogy elérjük azt. Hogyha lassan váltakozik a piros és a zöld LED, akkor az azt jelenti, hogy valami hiba adódott, és hogy ellenőrizzük a kijelzőt. Megfordítjuk, és a kijelzőn ilyenkor háromféle értéket láthatunk. Láthatunk egy EAO feliratot, Error Atomizer Ohms. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a porlasztunk ellenállása kívül esik az engedélyezett határokon, vagy kevesebb, mint 7 ohm, vagy több, mint 6 ohm. Én is tapasztaltam, sajnos az elején tekertem egy közel 0,7 ohmos, de nem sikerült, mert műszerre rámérve csak 0,67 század ohm volt. Szigorúak a németek, azt mondták, hogy a 0,67 az nem 0,7, az elektronika kiírta nekem, hogy EAO. A következő az az EOH, az az Error Overheating, ezt még nem sikerült előidéznem, túl melegedik ilyenkor a készülék, és az elektronika működésbe lép. Érdemes ilyenkor a készüléket hűlni hagyni, és ellenőrizni, hogy nincs rövidzár a kazánunkban. Van még egy riasztásunk, ez az EPC, remélem ezzel minél kevesebben fogunk találkozni, ez az Error Power Control, meghibásodott az elektronikánk. Ilyenkor érdemes az eladóval, vagy a viszonteladóval fölvennünk a kapcsolatot. Az előbb megismerkedtünk a készülék működésével, most megnézhetjük élesben, mit produkál egy Typhoon GT kazánnal. Előjáróban annyit, hogy ez egy nem túl extrém, ehhez a kazánhoz mérten, vagy ehhez a modhoz képest sem, ez egy 0,9 ohmos tekerés, amit jelen pillanatban 10 watttal hajtok. Még egyszer mutatom, tehát ennyire egyben van a történet. Nagyon haj az egyébként így a Samovarra és a Kaifun 3.1-re. Az ízeket, azokat hozza, de most ne a kazánról beszéljünk, hanem magáról a csőről. A menürendszere az lehet, hogy elsőre egy kicsit bonyolultnak tűnik, de ha sikerül megszoknunk ezt, hogy ha odalépünk a megfelelő gomnyomással, nem egy bonyolult nagy menüről van szó, nincsen kikapcsolt állapot, bekapcsolt állapot, ilyen menü, olyan menü, egyfajta menüje van, csak bekapcsolt állapotban érjük el, nem úgy, mint a Samovarnál mondjuk,
Tehát, hogyha ezeket megszokjuk, illetve hogy van felfele és lefele állítási lehetőségünk is, akkor el tudjuk kerülni azt, hogy mondjuk folyamatosan körbe-körbe mászkáljunk benne. Ami újdonság az eddigi készülékekhez képest, mármint azokhoz a készülékekhez képest, amit én néztem, illetve a piacon is szerepeltek, mivel tudhat többet, mivel kevesebbet, mint a többi készülék. Többet tud, mert beleraktak egy olyat, hogy vari amper. De azt, hogy most ez jó-e, vagy sem, azt mindenki eldöntheti magának. Beleraktak egy olyan funkciót, hogy hot start. Ez szerintem mindenképpen jó, télen pláne, de én otthon a szobában is éreztem, hogy hamarabb eléri az üzemi hőmérsékletet, és jobb volt használni a kazánt vele. Ami még pozitív volt, illetve nagyon tetszett, és más készülékben nem nagyon találkozhatunk vele, ez a kijelző a két külön színnel. El tudjuk különíteni, hogy melyik szegmens jelzi magát a beállítást, és melyik szegmens jelzi a hozzárendelt értéket. Ami még tetszetős és más készülékekben nem láthattuk, ez a rugós megoldás, illetve a rugós megoldás hiánya, mert így roppant nagy felületen tud érintkezni az akkumulátorral. Nincs olyan rossz szó, még ötlet szinten sem, hogy elkezd nekünk melegedni alul a rugó és a talp része azért, mert kis felületen érintkezik nagy áramerősség az, ami átmegy rajta. Ilyennel nem fogunk találkozni. Ami észrevétel volt mások részéről, és most akkor arra külön kitérek. Azt mondják, hogy ha nincs meghúzva teljesen az aksi, akkor kotyog. Erre annyi lenne az észrevételem, hogy nem meghúzott aksikupakkal nem használunk készüléket. Meghúzzuk, nem kotyog, kipipálva. Aztán jöttek ilyen észrevételek, hogy márpedig hát egy ilyen prémium készüléknél miért nem lehet megoldani azt, hogy ha rátekerünk egy alsó levegőzésű kazánt, ami mondjuk az 5-10 csatlakozónál levegőzne, akkor rátekerjük kopra, és elzárja a levegő útját itt a szépséggyűrűnél, mert ugye fölfekszik. Észrevétel, ez a modkészülék a Typhoon GT-hez lett tervezve. Másik észrevétel, azért, most nincs itt nálam, azért senki nem visongatott, mert mondjuk a Provárinál ez nem volt megoldva. Pedig ott sincs megoldva. Hogyha valakinek egyébként olyan alsó levegőzésű kazánja van, aminél a levegőzés nem megoldott, mi sem egyszerűbb, levesszük a gyűrűt, és gyűrű nélkül tekerjük rá. Bután fog kinézni, cserébe levegőzik. Valamit valamiért. Ez a mod nem arról szól, hogy ezer és egyféle kazánnal kompatibilisnek kell lenni levegőzés szempontjából. Saját kazánjával úgy működik, mint az álom, hiszen oldalról kapja a levegőt. Arról, hogy hogy van kidolgozva, külön nem nagyon szeretnék kitérni. Már a GT-nél megszokott német minőség, egy vakhang nincsen, nem nyikorog, nem nyekereg, teszi a dolgát. Hogy a gombja bazárie vagy sem, azt mindenki el tudja dönteni magának. Nem kattog, finoman jár, mint kés a vajban, teszi a dolgát, ahogy kell, megnézem, hogy van beállítva, tökéletes. Igen? Jó.
Jöjjön akkor a pró és a kontra lista. És most akkor inkább kezdem csak a próval először. Prémium a kidolgozása. Erről vita nem lehet. A menürendszere az 2 nap után tökéletesen megjegyezhető és egyszerű. Pozitívum még, hogy 1 ohm alatti tekeréshez is lehet használni, mondjuk 0,7 ohmig, tehát mindegy, 1 ohm alatt is tudjuk használni. Pozitívum az előizzítás. Pozitívum, hogy külön be tudjuk állítani akkumulátor specifikusan, hogy az én aksim már pedig 2,9 voltig tudom meríteni, akkor én teljes lelki nyugalommal be tudok állítani ezen 2,9 voltot, és odáig fogja meríteni, és nem tovább. Vagy ha az enyém mondjuk csak 3,2 voltig üzem biztosan, akkor azt állítom be. Külön beállítom a riasztási szintet, és nekem nem fog villogni 3,6 meg 3,7-nél, hogyha azt mondom neki, hogy 3,5 voltnál jelezzél, akkor 3,5 voltnál fog jelezni. Ami viszont még ehhez ki kell térnem pozitívum, hogy ugye akkor fog jelezni, mikor betérdel. Tehát nekem a terhelés alatti feszültséget fogja nézni, mert hiszen az az, ami nekem mérvadó, annál jelezni fog. Ez is egy nagyon szépen használható funkció. És akkor jöjjön a fekete leves, kontra. Nem sokat lehet felsorolni, de azért próbáljuk meg. És akkor most megengedő leszek azokkal szemben, akik szkeptikusak voltak. Tehát, hogyha nincs meghúzva az aksi kupak, amit már említettem az előbb is, csörög, húzzuk meg. Másik kontra. Gondolkozom egy picit. Egy igazi kontra van, az pedig az ára. Jelen pillanatban a hazai forgalmazó 100 forinttal 80 ezer alá lőtte be az árát, tehát 79.900 forintot kell annak leszurkolni, aki magáinak szeretne tudni egy ilyen modot. Hogyha esetleg olyan, mint én, hogy többféle méretkódú cellával szeretné használni, akkor még ráadásul 12.500 forintért vehet hozzá egy teleszkópos véget, és akkor így már bőven 90.000 forint fölött vagyunk. Viszont érdemesnek tartom azt azért elmondani, hogy kevés olyan mod van most a piacon, ami tudja azokat a paramétereket, amiket ez a készülék. És amellett elég mutatós így ezzel a darabbal. Batman és Robin, Bonnie és Clyde. Nagyon egyben van a készülék. Én azt mondom, hogy akinek megengedheti ezt az anyagi háttere, illetve a körülmények lehetővé teszik, mindenképpen ruházzanak be egy ilyen készülékre, hiszen nagyon prémium a kidolgozása is, a minőségével kapcsolatban nem lehet panasz. Szerintem egy állandó partner lesz nekem a Typhoonnal mindenféleképpen. A mérésekre még annyit szeretnék kitérni, hogy készítettünk ugye Balázsral karöltve méréseket, illetve az ő segítségével méréseket. Ezeket majd a bejegyzésben a weboldalon be fogom csatolni, úgyhogy aki szeretne elmerülni a részletekben, az ott meg tudja tenni és ki tudja elemezni, hogy mi a tapasztalat, a számok nem tévednek és nem hazudnak. Mindent egybevetve, ez egy prémium kategória a árával együtt, ettől függetlenül ajánlom, bátran ajánlom, ha tehetitek, vegyétek. Remélem tudtam segíteni. Sziasztok!